Sziasztok! Most nem kábítószerről fogok nektek beszélni, nem drogozásról, nem dílerről, nem fogyasztóról, nem halottról, nem elítéltről, hanem egy olyan nagy társadalmi problémátra szeretnék rávilágítani, ami szerintem nagyon elfajult ebbe a világba. Ki kell mondjam, én sem vagyok egyébként kivétel ez alól, de próbálom ezt a dolgot az életemben kordában tartani. Ez nem más, mint a közösségi média. Az emberek annyira közönösek lettek egymással szemben, hogy az nem látott méreteket ölt. Mert mit csinál az ember? Bejött a Facebook, bejött az Insta, régen volt az IVIV, mondjuk azt felszámolták, mert a Facebook letarolta. Twitter, meg MyVip, meg a tököm se tudja még, hogy mik voltak itt. Hát nekem volt IVIV-em, van Facebookom, meg van Instagram. Ami a legnagyobb probléma, hogy az emberiség 60%-a, legalább a 60%-a szerintem valami közösségi portálon éli az életét. Azért mondom, hogy nem vagyok kivétel ez alól, mert én is a közösségi portálon tudom nektek prezentálni azokat a dolgokat, az anyagokat, videóanyagokat, amit felveszek és próbálok nektek megosztani. Bejöttek az okostelefonok, fejlődik a technika, halad a világ, ki tudja, nem tudom, merre megyünk. Hát remélem, hogy a végítélet napja nem fog még eljönni, amikor a gépek átveszik majd a hatalmat, mert én hiszek, hogy lesz egy ilyesmi. Én hiszek ebben, de ez még csak egyenlőre fikció. Szóval, közöny. Mit lát az ember egy utcán? Vegyünk egy forgalmas utcán. Tevlesen Piac utca, sétálótér. Jó, mindjárt elgázolnak. Miért? Mert nyomkodom azt a szart. Szóval életveszélyes, meg egyébként is más veszélyeket is tart magában. Nem figyelünk oda a másikra. Nyomkodjuk azt a kurva telefont, vagy táblagépet, vagy a franc se tudja már, hogy hívik ezeket a nyomorult mobilokat. Mondjuk őszintén 2002-ben, vagy hogy vettem meg az első mobilomat, Siemens C35-ös nyomkodós facak volt. Mit tudott SMS küldeni, meg telefonálni? Kész. Arc tudta, amire kitalálták. Most már tudsz rajta tévét nézi, videózni, fényképezni, netezni, stb. Na mindegy. Egyszerűen keresztül gázolunk a másikon, mert nem azt figyeljük, hogy mit mond a másik, hanem szépen keresztül gyalogolunk. Láttam egy animációs filmet erről, egy kisgyerek megrévült ebben a világban, és nagyon durva volt, és én ezért készítettem el ezt nektek ezt a videót, hogy vegyétek észre, hogy az életed nem abból áll, hogy a közösségi médián fogod, és akkor most felrakod, hogy most szomorú vagyok. Egy óra múlva happy vagyok. Megint egy óra szomorú vagyok. És ez változik. Nyomatod magadról 160 ezer selfie naponta. Mi értelme van ennek? Semmi. Áruld el nekem. Kis Pistának, Nagy Jóskának mi a fészkes faszom köze van ahhoz, hogy te mit tettél aznap reggel? Kivel keféltél az éjszaka, meg mekkorát toltál a ratyóba. Senkinek semmi köze nincsen hozzá. Ez a te saját magán szuverindigyed. Az, hogy rendben van, sikerült egy vizsgád. Megnyertél egy versenyt. Mert nekem is amikor meglett a úrkundém, megnyertem nem tudom hány versenyemet. Persze, felraktam közösségi médiára, csoportba, lássák, hú de jó fasza. Ügyi gyerek vagy. Viszont a közösségi médiát lehet jól is használni. Ha belefogsz egy olyan tevékenységbe, mint kicsi nevelő, oktató, formáló anyagokat teszel közzé, felhívod a figyelmet arra, hogy az emberek mit csináljanak, mit ne csináljanak, mire vigyázzanak, stb. Ugyanígy közéleti dolgokba is bele lehet menni. Vagy éppenséggel természetfotós vagy. Ma például a Molnár fecskékről készítettem nem egy jó fotót, felraktam Facebookra, lássátok, hogy van ilyen is. Ki kell menni a természetbe. Még ami a másik, hogy jönnek ezek az élő videózások, amikor
ismerősöm is hullarészegen élő videóba bejelentkezett, hogy nagyon fasz a happy, minden jó az élet. Ki kíváncsi erre? Az a baj, hogy a közösségi média kihasználja az embernek a magamutogatását, az exhibicionizmusát. Ezáltal a közösségi médiából két delikvens profitál. Zuckerberg úr, bocsi, meg a titkosszolgálatok. Ugyanis azon keresztül téged már úgy nagy van a labba, körvonalabba meg tudnak ismerni, hogy ki ilyen, milyen vagy, ki vagy, honnan jöttél, kik az ismerősök, kik a családtagja, stb. Én ezért nem szoktam feltenni például a közösségi médiára a telefonszámot, meg az e-mailemet. Hát azok olyan bizalmas információk, mint tényleg, mint hogyha használnám, hogy hanyas gatya van rajtam. Ez is egy bizalmas információ. Azt, hogy rendben van a családom, ott van feleségem, két testvérem, unokatesóim, az rendben van. Bum. De akkor is próbáld meg az életedet nehezen a rohadt közösségi médián élni, mert különben nagyon-nagyon ráfázol, ugyanis ezeket az információkat fel tudják ellened használni. Nekem kettő rossz húzásom volt a közösségi médiám. Az egyiket a volt főnököm jegyezte meg, amikor írtam egy kommentet. A másik pedig egy akkora vitát generált, hogy abban én húztam a rövidebbet. Saját hibámból, amiből tanultam. Szóval én arra kérlek titeket, hogy ne legyetek közönyesek a másikkal, vegyétek észre azt, hogy hát ki szól hozzátok, vagy ki kér tőletek segítséget, mert lehet, hogy sokkal jobban fog neked esni, mint egy éppensége. Felbasszak egy képet, egy selfit a YouTube-ra, Facebookra, meg az Instagramra, meg a Twitterre. Érezd meg, mi van itt belül. Mert ha folyamatosan csak úgy mész, hogy mókolod a telefonot, ülsz a villamoson, mókolod a telefonot, buszon ülsz, mókolod a telefonot, még ami rosszabb, iskolában bennülsz, bazdjog azt a tanulás helyet, azt a kurva mobilt nyomod. Na, liberalizmus, mert gyeretek, mindent lehet, persze. Mindent lehet. Tanulj el, öcsi, nem mobilt nyomkodj el. Mert már a 8 éves taktős követnek is iPhone 7-es van, állítom. Hanem 6-osa. Az azért vannak ennyire hülyék. Tanulatlan barbárok gyakorlatilag. Mert mivel foglalkozik a gyerek? Nyomkodja a pad alatt a telefont, küldi az üzenetet messengeren, mert apuka befizette neki még a mobilnetre is a bulit. Azt akkor hú, de jó, hát akkor piszikének, hogy áll a haja, meg ívikének, meg a faszomnak. Azt ezzel megy el egy nyomorult óra, azt, amikor átszólnak, hogy erről menne, hogy mit is tartalmaz a Pitagorasz tétel. Nem fogod rá tudni választ adni. Mert mivel foglalkoztál, öcsi? A rohadt mobiloddal. Ebben a videómban ennyit szeretném nektek elmondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!